Az avar így közvetlenül az erdő világát is a kidőlt, korhadó fák teszik gazdaggá. Táplálék és menedék nem csak a szarvasbogarak, békák, ezerlábúak vagy épp az ászkák számára, de Magyarország egyik legszebb bogarának is. A Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata a havasi cincér. Teljes életciklusát farönkök közelében tölti. Ez a tavalyi fakitermelés után hátramaradt bükkfarakás hemzseg a cincérektől. A lárvák a fa belsejében fejlődtek, és most júniusban bújtak elő. A hímek azonnal párkeresésbe kezdenek. Van, aki már megtalálta élete párját. Potrohával rácsatlakozik a nőstény hosszú tojócsövére. Ennek a szervnek ezután lesz egy másik szerepe is. A nőstény a hímet hátizsákként cipelve keres egy szimpatikus helyet a rönkön. Óvatosan tapogatja ki a tökéletes bölcsőt utódainak. Miután megtalálta, tojócsövét a fakéreg alá szúrja, és egymás után lerakja petéit. A peterakás befejeződött. Utódait pedig az erdőre bízza.